Először is, ez nem egy katasztrófa film. A Neowise üstökös nem csapódik a földbe, nem jön mögötte földön kívüli űrhajó, és aki megpillantja, annak nem változik a teste sóvá, ruhája pedig sótartóvá. Bár régebben nyilván okozott némi mentális felfordulást, azért mostanra már tudható, hogy az üstökös, mármint nem csak a Neowise, hanem a többi is, egy olyan égitest, amely a nap körül általában elnyújtott pályán kering, és a nap közelébe érve körülötte egy kóma nevű gázfelhő, mögötte pedig csóva fejlődik, mindkét jelenség legfőbb oka az üstökös magot érő napsugárzás. Maguk az üstökös magok lazán összekapcsolódó jégből, porból és szikladarabokból állnak, méretük néhány kilométertől néhány 10 kilométerig terjed. Az üstökösök keringési ideje változó, néhányszor 10 évtől több száz vagy több ezer évig is tarthat, de némelyikről feltételezik, hogy csak egyetlen egyszer halad át a belső naprendszeren, mielőtt kilökődik a csillagközi térbe. A mi mostani üstökösünk például 6766 év alatt kerüli meg a napot, szóval aki a következő találkozásra készül, az jól gondolja át az esélyeket. Az üstökösök törmelékből álló csóvát hagynak maguk után. Ha az üstökös keresztezi a Föld pályáját, azon a ponton, ahol a Föld áthalad a csóva törmelékhalmazán, meteorzápor keletkezhet. A leghíresebb talán a Perszeidák meteorraj, amely minden évben augusztus 9-e és 13-a között éri el a Földet, miközben az áthalad a Swift-Tuttle üstökös pályáján. De a világhírű Héli üstököshöz is kapcsolódik meteorraj, annak az a neve, hogy Orionidák és október 21-e körül látható. De visszatérve a Neowise üstökösre, sokan várták az érkezését, idén márciusi felfedezése óta. És meg is érkezett üzembiztosan, pár napja már fotózni is lehet, ahogy a szemfüles operatőrünk meg is cselekedte. Július 15-től akár már a kora esti égen is megfigyelhetjük, tiszta időben nyilván, mert a felhők alá nem jön le a kedvünkért. És még egyszer elmondanám, hogy nem fog a Földbe csapódni, hiszen az elmúlt mondjuk 2 milliárd év alatt ilyesmi körülbelül 150 alkalommal történt. Ráadásul a katasztrófa filmekből tudjuk, hogy ha mégis becsapódna, úgyis Los Angelesre esne.